Előzetes letartóztatásba került a Bicskei Gyermekotthon felfüggesztett igazgatója, aki a gyanú szerint éveken át szexuálisan zaklatta több tanítványát. Bár a férfi tett vallomást, de a vádakkal kapcsolatban mindent tagadott. Bilincsben vezető száron két rendőr felügyelete mellett a kameráknak hátat fordítva várta a felfüggesztett igazgató, hogy behívják a tárgyalóterembe. Alig negyed óra elteltével meg is született a döntés. Miközben a rendőrök kísérték a kocsihoz, próbáltuk megszólítani, de egyetlen kérdésünkre sem válaszolt. A kijáratnál ketten várták, azt kiabálták neki, hogy veled vagyunk. A férfit pénteken vették őrizetbe, kihallgatásán vallomást tett, de mindent tagadott. A bíróság szerint, ha szabadlábon hagyják, befolyásolná a tanukat és bűnismétlés is történhetne. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2007 és 2016 közötti időben a nevelése felügyelete alatt álló több kiskorú sértettel szexuális cselekményt végzett. A feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegte, a kiskorúak erkölcsi érzelmi fejlődését veszélyeztette. Egy hónappal ezelőtt indítottak nyomozást az igazgató ellen, miután két korábbi neveltje feljelentette. A fiatalok arcukat és nevüket is vállalva beszéltek az RTL műsorában arról, hogy éveken át szexuálisan zaklatta őket a férfi. A bicskeiek viszont nem szívesen beszélnek a történtekről, csak kevesen álltak kameránk elé. Én személyesen is ismerem őt, és hát ezért igazából nem is tudom, hogy most pozitív vagy negatív oldal, vagy mégis mit gondoljak erről? Erről az igazgatóról, tehát aki úgy nem ismerte közelebbről, nem volt feltételezhető ez a fajta magatartás. Kerestük a polgármestert, de ő sem állt szóba velünk. Kinyitottunk egy ilyen Pandora szelencéjét, és nagyon sok minden fog kijönni, amivel nincs semmi baj. Eszmer Gyurkó Szilvia, a gyermekjogi szakértő mondja. Szerinte az, hogy most ketten nyilvánosság elé álltak a történetükkel, másoknak is erőt adhat, hogy beszéljenek. Az intézeti rendszerben ugyanis nem egyedi eset, ha egy gyereket érzelmileg vagy testileg bántanak. Az állami gondoskodásban családjukon kívül élő gyerekek helyzete az nagyon nehéz. Minden vizsgálat és kutatás azt erősíti meg, nem csak Magyarországon, hanem Európa más országaiban is, hogy az intézményi elhelyezésben fokozottan magas a kockázata a kortársak közötti erőszak eseteknek, és annak is, hogy a felnőtt gondozók adott esetben akár fizikailag, akár érzelmileg, akár szexuálisan használhatják vagy kihasználhatják a gyerekeket. A bicskei gyermekotthonban néhány évvel ezelőtt már indult vizsgálat szexuális visszaélések miatt, de akkor nem találtak semmit. Most megint vizsgálja a történteket az ombudsmani hivatal.